a korábbi együttműködésekből és pályázatokból beszerzett eszközök átadás átvétele volt az egyik napirendi pontja a Sárospatakis térsége önkormányzati társulás tanácsa ülésének. A jelenlévők valamennyien megszavazták a főként kísértékű eszközök leltár szerinti átadását. A jövő évre vonatkozóan is egyeztettek, hiszen a korábbi kistérségi rendszerhez hasonlóan a központi orvosi ügyelet fenntartása és a belső ellenőri rendszer üzemeltetése továbbra is a járás területén található települések közös finanszírozásában marad. Az egyik legfontosabb napirendjük pedig egy útfelújítást érintett. Nagyjából 2 hónappal ezelőtt a társulás tagjai közösen megfogalmazott és aláírásukkal is alátámasztott levelet írtak a megyei magyar közútnak, hogy minél hamarabb kezdjék el az egyre rosszabb állapotú 3801-es számú alsórendű útnak a felújítását. A Vámosújfalu és Sárospatak közötti alsóbrendű úton már szinte felesleges kátyúzni, annyira rossz állapotban van. Választ kaptak a tagok, de azzal nem elégedettek. Kezdeményezzük a Sárospatak Bodrogolaszi, majd a Bodrog partján folytatódó útnak a felújítását, hiszen az elmúlt időszakban több baleset esetén is erre az útszakaszra került át a forgalomnak a terelése. Ez az út meglehetősen rossz állapotban van, gyakorlatilag alig lehet használni. Nos, a válasz nem az volt, amire számítottunk, hiszen mi azt szerettük volna, ennek az útnak a teljes felújítása megtörténik. A válaszlevélben viszont csak javításra és kátyúzásra kaptunk ígéretet. Most egy újabb levélben próbáljuk meg a téma fontosságára fölhívni az érintetteknek a figyelmét. Reméljük, hogy meghallgatásra kerül majd ez a probléma, és hamarosan megoldásra is. A társulás elnöke közölte, még decemberben megküldik levelüket a minisztériumoknak, hogy felhívják a figyelmet az út állapotára, annak már halaszthatatlan felújítását kérve.